Tudjátok, az én fiatalján koromban még sokat jártunk a Fonóban. Fontuk a szözt minden este. Voltak ott legények, jányok, asszonyok, emberek, ment a Nóta, ment a Kacagás, de ment ott a mesemondás. Hát az én nagyanyám azt mesélte, amit én most néktek fogok elmesélni. Elmesélem néktek, hogy hogy nősült meg a Miska. A miska szép deréklegén volt, ott lakott az alvégen, még az én szemem is megakadt rajta. No, de a miska azt mondta, hogy ő bizony, majd magának választ egy jányt. Nem olyat, aki ő utána szaladna, hanem majd ő magának megválasztja. Ki is nézett a faluba két szép jányt, a Júcsát meg a Bözsit. No, egyik este felöltözött szépen, felhúzta a szép csizmáját, feltette a kalapját, azt elindult jánynézőbe. Bekopogott a júcsájékhoz. Adjon Isten jó estét, Mari néném! Adjon Isten jó estét, Miska! Mi áradba itt mi nálunk? Kerülj csak bejebb, ülj le no a ládára! Hát, néném, én nem azért jöttem, hogy itt annyira leüljek hanem azért jöttem, mert kennek van egy szép jánya, a júcsa. Hát az van, Miska, fiam, szép jánya, némek szemre való. No de júcsa, nem. akkor fogom én elvenni ezt a szép jányt, ha a táblájáról össze tud kaparni legalább egy galuskára való tésztát. Jaj, mi fiam! Hát akkor jó helyre jöttél, édes fiam! Elít csak Juliskámat a morába, hozzad előfele azt a táblát! Van azon, Miska fiam, még két galuskára való tészta is! Hey, mikor ezt a miska meghallotta, megnyomta a fejébe a kalapot, rögtön sarkon fordult, még csak el se köszöntem, úgy kiment a házból, hogy neki ilyen ám bizony nem kell. No, tovább ment, mert vagy három-négy házzal arrébb laktak a bözsijék. Oda is bekopogott, ott is köszönt illendő módon. Adjon Isten jó estét, Sári néném! Isten hozott, Miska fiam, kellői beljebb, mi nálunk, üljen új ide le a ládára. No, Sári néném, nem azért jöttem én, hogy annyira leüljek? hanem azért jöttem, mert hát én tudom, hogy Sári nénémnek van egy szép jánya, a Bőzsi. Hát én azt kiszemeltem magamnak, jó volt nékem a szonnak. No de, Sári néném, én azt csak akkor veszem el, ha a tábláján legalább egy galuskára való tészta van. Hát a Sári néni csak összecsapta a kezét, azt azt mondta, Hát édes fiam, lehet, hogy ide nem jó helyre jöttél, nem hozzád való ez a lány. No, erit csak bözsikém, Hoz ki a kamorából azt a táblát, hagyd lássa a miska. Hát a bözsi olyan pironkodva fogta magát, az bement a kamorába. Hozza ki fel a szép nagy gyúró táblát, le volt ott takarítva, nem volt azon még egy morsa se, egy szem lisse, olyan tiszta volt az, mint a tó Mikor ezt a miska meglátta, nagyot dobbant a szíve, azt mondta magába, helyez a jány, nem csak szemre való, nem csak szép menyecskének való, hanem jó gazdasszonnak is, mert aki a tábláját ilyen szép tisztán tartja, az mehet férhez, az mehet a mátkájával a templomba. Hát így nősült meg a mi falunkba a Miska.